Itt jó lesz körülbelül? Hát a fal mellett, igen. Az egykora kastélyparkban álló Szent Márton templom helyét jelölik ki a Városvédő Egyesület tagjai. A keletelt templomot 1247-ben már említik az írások, 1816-ban a templomot, 1880-ban pedig a tornyát is elbontják a festeticsek. Kuruc Szabolcs régi térképek alapján rekonstruálta Keszthely első plébánia templomának helyét és alaprajzát. Ezeken a térképeken szerepel már a kastély is, tehát tudjuk, hogy a kastélynak a homlokzata milyen hosszú, ehhez arányosítással meg tudtuk határozni, hogy a templom milyen befoglaló méretekkel rendelkezett, illetve hát a térképen az is érzékelhető, hogy a templom milyen tagoltsággal bírt. Ezek alapján lépésben, méterben meghatároztuk a templomnak az fő méreteit, és azt most ilyen kitűző eszközök segítségével meg fogjuk jeleníteni. A Szent Márton napi lámpásjáráson 250 mécsessel fogják megjeleníteni a templom falainak külső síkját. Az emlékfa jelöli az oltár egykori helyét, az emlékkő pedig a templom középpontját. Énekszó kíséretében készítették vasárnapra a Márton tallérokat helyi civil szervezetek tagjai. A süteményekre egy kereszt és egy M betű került, ezek mentén lehet majd ketté törni a süteményt, ezzel szimbolizálva azt, ahogy Szent Márton megosztotta köpenyét a koldussal. A szervezők szerint már a készülődés is közösséget kovácsol, az ünnepséget pedig idén tovább bővítik. Meghívták a Balatonfelvidék azon településeit, akik Szent Márton templommal rendelkeznek. Ez egy következő közösségépítő program, tehát hogyha ez a mézes kalácsütés egyszer az egyesületeket összehozza, tovább lépünk, utána a Balatonfelvidéki hasonló településeket összehozza, akkor megint léptünk egyet előre, megint egy közösség épült. Én ajánlom mindenkinek, hogy ebben a közösségépítésben vegyen részt, ami azzal kezdődik, hogy az ember magát megosztja a többiekkel. Tehát ha én adok, sokkal többet kapok vissza, mint amennyit gondolnék. A Szent Márton napi ünnepség vasárnap 17 órakor kezdődik a kastélyparkban, majd a főtérre vonulnak a résztvevők. Ott szeretett vendégség és ünnepi műsor lesz, de idén is meglepetés ajándékkal köszöntik a Mártonokat.